Költséglefaragás. Elfogadta a költségvetési hiányt csökkentő reformcsomag végleges változatát a kormány, amelyért felelősséget vállal a parlamentben. A tervezetből kikerült az önkormányzatok kulturális kiadásait korlátozó előírás. Schengen. Blokkolja Románia az osztrák küldöttség megfigyelőként való részvételét a NATO üléseken. Válaszul arra, hogy Ausztria megakadályozta az ország felvételét a schengeni övezetbe. A lépés jogossága és hatékonysága kapcsán megoszlanak a vélemények. Műemlékvédelem. 5 teljes mértékben felújított műemléktemplomot adtak át és szenteltek fel Erdélyben a hétvégén. A felújítás a Rómer Flóris terv keretében valósult meg a Teleki László Alapítvány felügyelete alatt. Kezdődik a híradó, köszöntöm Önöket! Elfogadta a kormány a pénzügyi reformot célzó jogszabálytervezetet, erre felelősséget fog vállalni a kabinet a parlamentben. Én a románok érdekeit helyezem minden fölé, és nem fogom megengedni, hogy az ország elessen az uniós forrásoktól, hangsúlyozta a kormányülésen Márcsil Csolákú miniszterelnök. Ma délelőtt várta a sajtó azt a rendkívüli kormányülést, amelyen a kabinet elfogadja a pénzügyi reformra vonatkozó tervezetet. A kormány 13 órára halasztotta az ülést, majd 15 órára hirdette meg, végül 16 óra után ült össze a Csolákú kabinet. Kevésbé meglepő mondhatni, hiszen az adóügyi intézkedések ismertetését is heteken át ígérte a miniszterelnök, míg végül közvitára bocsátották. A mai kormányülés elején Csolákú azt mondta, az általa vezetett kabinet elfogadja a tervezetet, amelynek kapcsán egyeztettek a társadalmi partnerekkel, a szakszervezetekkel, patronátusokkal, nem kormányzati szervezetekkel, önkormányzatokkal, és amely, mint fogalmazott, nem a megszorításokról szól, ahogy azt egyesek állítják. Az igazság az, hogy megszorítások 2010-ben voltak, amikor béreket és nyugdíjakat vágtak le, az áfa pedig 19-ről 24%-ra nőtt. Akkor szegénységbe sodorták a románokat, és csökkent a vásárlóerő. Ez a kormány nem növeli meg az áfát, és 9%-os marad az áfa az élelmiszerek és gyógyszerek esetében, 5%-os a tűzifa, az energia és a könyvek esetében, tehát nem áll fenn a kockázata annak, hogy a télen megemelkednek az árak. Nem beszélhetünk megszorításról, amikor a minimálbér 10%-kal 3000-ről 3300 lejre nő, az építkezésben pedig 12,5%-kal 4000-ről 4500 lejre emeljük a minimálbért és sürgősségi rendelettel. Tehát több mint 2 millió személynek fog nőni a bére. A pénzügyi reform hiányában az ország több mint 70 milliárd euró uniós forrástól esne el. Ezt nem fogom megengedni, mondta Csolákú. A tervezet módosult az eredetihez képest. Bár konkrétumokat nem közölt a kormányfő, sajtóértesülések szerint kikerül a jövedék kiadóból befolyt pénz az üzleti forgalom meghatározásából, 9%-os áfa fog vonatkozni a koncertekre és előadásokra, az étkezési támogatást továbbra is utalványok formájában fogják biztosítani, de jövő héten sürgősségi kormányrendelettel fogják korlátozni az utalványokat kibocsátott cégek által kért jutalékot. Ugyanakkor úgy tűnik, az RMDSZ-nek sikerült jobb belátásra bírni a kabinetet, és eltörlik azt a rendelkezést, hogy az önkormányzatok a bevételeiknek legtöbb 7,5%-át fordíthatják kulturális, szociális vagy vallásos rendezvényekre. A tervezett intézkedésekre még ezen a héten, források szerint szerdán készül felelősséget vállalni a kormány. Románia bosszújáról cikkezik az osztrák sajtó, amely szerint az ország akadályozza Ausztria részvételét a NATO eseményeken, megtorolva ezáltal, hogy megakadályozták a schengeni csatlakozást. Van, aki egyetért a gesztussal, mások viszont gyerekesnek tartják, és meggyőződésük, pozitív hozzáállás, látványos eredmények kellenek a sikerhez. Románia akadályozza Ausztria részvételét bizonyos NATO üléseken, közölték osztrák sajtóorgánumok. Eszerint az osztrák hadsereg két tisztje hetek óta várja, hogy akkreditálják a NATO brüsszeli központjánál, ám Románia késlelteti a folyamatot, mint egy válaszlépésként a schengeni csatlakozást megakadályozó osztrák vétóra. Lassan egy éve megosztja a hazai közvéleményt az, hogy miként kellene reagálni a Romániának arra, hogy Ausztria tavaly decemberben meggátolta a schengeni csatlakozást. Míg egyesek kemény fellépést sürgetnek, mások úgy vélik, csak a pozitív hozzáállás hozhatja el a sikert.
A Sapientia Emte Kolozsvári karának oktatója, dr. Morádin János Kristóf szerint Románia sértődött kisfiúként viselkedik, és miközben próbálkozása az állandó semleges Ausztriának nem jelent érvágást, Románia megítélését rontja külföldön. Így hát Ausztriának ez nem oszt vagy nem szoroz. Viszont Romániára azt a fényt veti, hogyha ő ugye Ausztriát így akadályozza, hogy tulajdonképpen nem egy partner a nemzetközi kapcsolatokban, hanem a saját önös érdekeit követi kizárólag, ebben az esetben a Schengen-övezeti csatlakozásnak az igényét. És ha ez nem jön össze, akkor ott rúg, ahol tud. Tehát ez Románia részére külső szemmel egy hatalmas nagy presztízsveszteség. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi körülmények és migrációs nyomás cseppet sem kedvez annak, hogy az osztrák közvélemény megváltoztassa álláspontját a schengeni bővítés ügyében, jegyezte meg Morádin János Kristóf. Miközben az ilyen gesztusok negatív végeredményt hoznak, kedvező mederbe terelhetné a dolgokat egy pozitív hozzáállás. A Románia jó kapcsolatokat ápolna Ausztriával, illetve ha erőteljesebb határellenőrzést tanúsítana. Látványos eredményre volna szükség, valamire, ami kiemelné Romániát, mint partner környezetéből, és pozitív szereplőként tüntetné fel őt a nemzetközi viszonyrendszerben. Azt kellene közvetíteni Romániának is, a Schengennek kölcsönösen szüksége van egymásra. Van előrehaladás is, mégpedig az, hogy sikerült elérni, hogy EU vessen véget az ellenőrzési mechanizmusnak. Ezt a pozitív irányt kellene hangsúlyozni, véli Morádin János Kristóf. Nyílt levelet írt Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, amelyben az egyre súlyosabb medvekérdés megoldása érdekében a barna medve védett státusának felülvizsgálatát sürgeti. A számítások szerint jelenleg több mint 2000 medve él Kovászna megye területén, ebben az évben több mint 500 000 leértékben okoztak kárt és 3 embert megsebesítettek. A polgármester szerint már nem lehet tovább halogatni a probléma megoldását. Fehér ingben és hát szinte lakcipőben, ha lehet ilyet mondani, 4 órán keresztül hajtottuk a medvét bokrokon, dombokon keresztül. Legutóbbi medvehajszáját meséli Antal Árpád polgármester sajtótájékoztatóján. Késő délután kapták a sepsiszentgyörgyiek arról alert riasztást, miszerint a közigazgatásilag Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Kiénben medvét láttak. A nagyvad egy gazdaságban el is pusztított néhány állatot, végül több órás üldözés után sikerült megfogni és elaltatni. A múlt héten ez már a 3. ró alert figyelmeztetés volt a városban. Antal Árpád elmondta, a medvék általában nem a tehetős embereket károsítják meg, a gazdák pedig nincsenek abban a helyzetben, hogy uniós szabályokat változtassanak meg, ezért is lépett a közvetítői szerepbe a polgármester. Nyílt levelét Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének címezte, mivel tapasztalatai szerint Bukarestben nem veszik komolyan a problémát. Én nagyon határozottan azon az állásponton vagyok, hogy a központi hatóságok sarkukra kell álljanak, be kell vállalják azt, hogy szabályozni kell a medveállományt. Egyértelmű, hogy növekvő trendet mutat a medveállomány, egyre több a medve, egyre több problémát okoz. Én szeretem a medvéket, de a medvét az erdőben szeretem, nem a városban, nem az útszélén koldulni, nem a vasúti sineken elütve. A polgármester a nyílt levélben arra kéri az Európai Bizottság elnökét, hogy a szürkefarkas mellett vizsgálják felül a medvék védett státuszát is. Köztudott ugyanis, hogy Ursula von der Leyen, miután kedvenc pónilovát egy farkas pusztította el, szeptember elején bejelentette az állatfaj védett státuszának felülvizsgálatát az Európai Unióban, mondván, hogy a farkas falkák koncentrációja veszélyt jelent a jószágra és potenciálisan az emberekre is. Most ugyanerre kéri Antal Árpád a medvék kapcsán, aki a levélben így fogalmaz. Tisztelettel arra kérem mind az Európai Bizottságot, mind önt, hogy a farkasokkal kapcsolatos újraértékelő terveket terjesszék ki a medvékre is, tekintettel arra, hogy ez a helyzet Romániában riasztó méreteket öltött. Diana Sosoaca pártja, az SOS Románia is bekerülne a parlamentbe, ha most tartanák a választásokat, derül ki a Kursz Közvéleménykutató Intézet legfrissebb felméréséből. A másik szélsőségesen nacionalista párt az AUR, valamelyest veszített a népszerűségéből. A kirohanásairól és botrányos viselkedéséről elhíresült Diana Sosoaca pártja, az SOS Románia is eléri már a parlamentbe való bejutási küszöböt. A Kursz szeptember közepén készített közvéleménykutatása azt mutatja, hogy az SOS Románia az AUR népszerűsége kárára javított korábbi eredményén.
A szavazati joggal rendelkező polgárok körében továbbra is a Szociáldemokrata párt élvezi a legnagyobb bizalmat. Ha most kerülne sor a parlamenti választásokra, a PSD a voksok 31%-át gyűjteni be. A Nemzeti Liberális Párt a második a rangsorban 19%-kal, és nagyon közel a Pénéléhez a dobogó harmadik fokára a szélsőségesen nacionalista Aura állna fel 18%-kal. A Mencsitek meg Romániát szövetség 11%-ot szerezne, míg a botrányhős diánásosak SOS Romániája is elérni az 5%-ot, ami azt jelenti, hogy parlamenti képviselethez jutna. A Kursz felmérése szerint az RMDSZ-nek 4%-os a támogatottsága. A közvéleménykutatás szeptember 12-e és 22-e között készült 1008 személy megkérdezésével. Hiba határa 3,1%. 70 napon belül működőképessé válik a betétdíjas rendszer, jelentette be Mircea Fekét környezetvédelmi miniszter. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy körültekintően kell eljárni, nehogy károkat okozzon a nagy cégek kialakuló erőfölénye. 70 napon belül működőképessé válik a betétdíjas rendszer. Ezt egy nemrég megrendezett szakkonferencián jelentette be Mircea Fekét környezetvédelmi miniszter. Korábban a gyakorlatba ültetéssel megbízott Retúró cég 3 hónapos halasztást kért, ebbe azonban a minisztérium nem egyezett bele, és közölte, hogy november végétől a visszaváltási rendszernek működnie kell. A tárca vezető annak a fontosságát hangsúlyozta, hogy a rendszer igazodjon a gazdasági modellhez, hogy a kisebb üzletek és gyártók ne szenvedjenek kárt a rendszer miatt. Semmi sem pusztítóbb a gazdaság számára, mint egy versenyt torzító erőfölény. Körültekintően kell kezelnünk a garanciális visszaváltó rendszert, amely hozzáfér majd néhány olyan információhoz, amelyek a verseny torzulását is eredményezhetik. Mindig igyekszem védeni azokat, akik nincsenek jelen a döntéshozásban, amikor a garancia visszatérítési rendszerről beszélünk, mert ott vannak a nagygyártók, ott vannak a nagykereskedők, de vannak a jogi személyeknek olyan kategóriái, amelyek bár nincsenek jelen a megbeszéléseken, érintettek az ügyben. A rendszer a tervek szerint november 30-ától lép életbe. A vásárlók 50 bani garanciát fizetnek majd a palackozott italok vásárlása esetén, amit visszakapnak, ha a palackot leadják a visszaváltási pontokon. Ezek működtetéséről a kereskedőnek kell gondoskodnia. 5 teljes körűen felújított templomot adtak át és szenteltek fel hétvégén. A templomok felújítása a Romer Flóris terv keretében valósult meg a Teleki László Alapítvány felügyelete alatt. 5 felújított, történelmi jelentőségű római katolikus műemléktemplomot szenteltek fel a hétvégén. A Hunyad megyei nagyág templomát nagy igényességgel újították fel, de a Hargita megyei Csíkrákos Árpád-kori műemléktemploma is szépen felújított állapotban fogadta a híveket. Különlegessége, hogy archaikus harci jeleneteket és csillagképeket ábrázoló falfestmények díszítik. A Maros megyei Szent Demeter templomának legnagyobb értéke a szentélyben látható 550 éves késő gótikus freskók. A Maros Szent Királyhoz tartozó Náznám falva temploma szintén a szépen felújított épületek közé tartozik, bár valamivel szerényebb építészeti alkotás, mint a többi. Székelyben igencsak ráfért az épületre a szépítgetés, vannak olyan helybéliek, akik imádkoztak azért, hogy a templomot végre rendbe tegyék. A pályafutásom során nem volt ennél rosszabb templom, ez a valóság, tehát egy nagyon rossz állapotba került. El kell képzelni, hogy tönkrement a héjazat, a toronynak gyakorlatilag a sarkai le voltak komolva, a tető az tiszta szita volt, tehát most a bádók tetőről beszélek, ami a tornyot fette, hogy tele volt madárral, szarkafészek, madárfészek, mindenféle. Azon kívül pedig a beázások miatt nagyon mállott a szerkezete is fent, tehát a sarkok, tehát szerkezeti megerősítése kellett kezdeni. Az átadott templomok felújítása a magyar kormány támogatásával a Rómer Flóris terv keretében valósult meg a Teleki László Alapítvány felügyelete alatt. Magyarország kormánya mindig is nagy figyelemmel és nagy lelki fontossággal tekintett a magyarság egészére. Így nem csak határainkon belül, hanem határainkon túli örökségünk gondozásában is elkötelezettséggel a Kárpát-medencei magyarság identitását meghatározó épített örökség gondozásában is elkötelezettséggel bír. A helyiek, az egyházak és a politikum képviselői egyaránt megfogalmazták, hogy szívügyük a templomok felújítása, hiszen az egyház is identitás megőrző szerepet tölt be, ez pedig kiemelten fontos a romániai magyarságnak.
Második alkalommal szervezték meg a Deep Dive kulturális tudományos minifesztivált Marosvásárhelyen. A rendezvény tavaly debütált, amire sokat készültek a szervezők, így idén szintén sikerült változatos programokat kínálni. Idén is megszervezték a Deep Dive kulturális tudományos minifesztivált Marosvásárhelyen. A fesztivál különböző kulturális, tudományos és közéleti témákban szólaltat meg ismert személyiségeket. Célja, hogy a fiatal felnőtt célközönséget hasznos és informatív előadásokra, beszélgetésekre invitálják. Táncos Barna szenátor szerint a fiatalok nyitottak arra, hogy szabad idejüket feláldozva részt vegyenek a hasonló rendezvényeken. Én azt láttam az elmúlt években, hogy óriási a nyitottság a fiatalabb generációk részéről mindenre, ami környezetvédelem. Óriási a nyitottság a megfelelő hulladékgazdálkodás elsajátítására, óriási a nyitottság a fajvédelemmel kapcsolatosan, a környezetvédelmi problémákkal kapcsolatosan, a klímaváltozással kapcsolatosan, és meggyőződésem, hogy ezek jó alkalmak arra, hogy a felnövekvő generációk egy teljes képet és valós képet tudjanak alkotni maguknak ezekről a problémákról. A rendezvény tavaly debütált, amire sokat készültek a szervezők. Idén szintén sikerült változatos programkínálattal becsologatni a közönséget a Stúdium Hubba. Ez a második alkalom, amikor megszervezzük a Deep Dive-ot. Az első alkalom tavaly májusban volt. Ez idén egy egynapos esemény, és ez azt jelenti, hogy 7 előadás zajlik a Stúdium Hubban a teljes nap folyamán. Ezt követi pedig egy koncert az Antigalerie Cactus galériában, és az előadásuk mellett párhuzamosan az alaksorban egy kiállítás is megtekinthető. És ebben a 7 előadásban találunk egyszemélyes előadásokat, beszélgetéseket, moderált beszélgetéseket. A rendezvény szervezői arra is bátorították a résztvevőket, hogy párbeszédeket kezdeményezzenek. Nem titkolt céljuk volt, hogy bizonyos témákat behozzanak a köztudatba. Tehenestül, lovastul, szalmabálástul, szekerestül együtt beköltözött a városba a falu, így vált két napig Csíkszered a dendrológiai parkja, a vidéki élet otthonává. A Hargita megyei Fiatal Gazdák Egyesülete által szervezett rendezvény keretében nem csak a vidékre jellemző házi állatokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők, de a jellegzetes ételeket is megkóstolhatták. Ezt fogod meg, átteszed, folytatod? Három és négy fonatú ostor készítését is gyakorolhatták a gyerekek a Falu a városban rendezvényén. Emellett más népi mesterségekbe is betekinthettek, lovagolhattak a pónin vagy a bivajon, sokféle házi állatot simogathattak, vagy akár játszhattak a hangyasuli környezeti nevelési játékaival. Nagyon sok mindenki jön, és persze itt a kisgyerekekre van a fókusz összpontosítva. Ezért családokat látunk inkább, és nagyon élvezi mindenki, úgy látjuk. Mi a kedvenc? A kedvenc a póni lovazás. A gyerekek nagy szeretettel és kíváncsisággal járták végig a standokat, csodálták és babusgatták az állatokat. Mit láttál itt a mai napon? Láttam nyuszikát, teheneket, bárányt. Mit tetszett a legjobban? A nyuszi. Miért? Mert az a kedvenc állatom. Nyuszika. Nyuszikat és? Tyúkokat. És? Pónikat. Mi volt a legszebb? A nyuszi. A nyuszi. Miért? Mert puhák. Sok mindent, állatokat, gépeket. Milyen állatokat? Hát láttam a nyuszikat, a tyúkokat, a lovakat, a terneket, a csacsics, a birkát. Mi tetszett neked innen a legjobban? A nyuszik. Mert azért, mert olyan puha szőrük volt, és olyan cukik. Mit láttál ma? Anyát. Anyát és az állatok közül mit láttál? Valamit. A kiváló családi hétvégi programra alkalmas rendezvényen füllesztőben főtt krumplival is kedveskedtek a látogatóknak, de azok sem maradtak éhesek, akik több időt kívántak tölteni az állatok társaságában. Ők a hatalmas üsben főzött, a helyiek által Pityókás Tokánynak hívott gulyásból is ebédelhettek, de megkóstolhatták a bivajok tejéből készült sajtokat is. Ünnepélyes istentisztelet keretében átadták az idei Zajzoni Rab István díjakat a Brassói Magyar Evangélikus Templomban. A kitüntetettek között volt Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, aki háromnapos hivatalos látogatásra érkezett Erdélybe.
Az 1832-ben született hétfalusi csángó költő, író, szerkesztő, Szajzoni Rab Istvánról elnevezett díjat azoknak a személyeknek vagy társaságoknak ítélik oda, akik a barcasági csángók művelődési, oktatási, egyházi, gazdasági életében teljesítenek kimagaslóan. Az egyik díjazott, Szili Katalin magyar miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, hogy az elismerés a közel 12 ezres barcasági magyarságot is megilleti, akik a szorványban hűséges őrzői a magyar identitásnak, kultúrának. Én azt gondolom, hogy ez a magyar kormányt is illeti tekintettel arra, hogy az elmúlt 13 esztendőben oly mértékű támogatással segíti nem csak a tömbben, hanem a szorványban élő magyarságot is, ami én azt gondolom, hogy segíti azt, hogy az önazonosságot, az identitást meg tudják őrizni, magyar nyelvet, a kultúránkat, hagyományainkat. Így számomra ez egy öröm, ugyanakkor kötelezettség is, hogy a jövőben még többet kell tennünk értük. Zajzoni Rab István díjat kapott továbbá a 100 éves romániai evangélikus lutheránus egyház, Petrás Mária Prima Primissima és magyar örökségdíjas népdalénekes, a hétfalusi magyar ifjúsági klub és Kalmár Ferenc András miniszteri külön megbízott, aki a tavaly betegség miatt nem tudta átvenni az elismerést. A díjjal járó Gergely Zoltán kolosvári szobrászművész készítette bronzplakettet és a díszoklevelet minden évben a Szent Mihály napokon osztják ki. Az idei ünnepet Petrás Mária népdalénekes, arhaikus csángó magyar énekei tették emlékezetessé. Felavatták a Bartók Béláról elnevezett dísztermet Marosvásárhelyen az Erdélyi Hagyományok Házában. A termet a tiszta forrás jegyében adták át, amely arra utal, hogy mindegy a származás, csak tiszta, friss és egészséges legyen az ember lelke és gondolkodása. Dísztermet avatott az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány a Marosvásárhelyi székhelyén szeptember 22-én. A termet a bartóki tiszta forrás jegyében avatták fel, és Bartók Béláról nevezték el, mivel ahogyan Bartók is leírta, és az alapítvány elnöke is kiemelte, teljesen mindegy, hogy magyar, román, szlovák vagy cigány az a forrás, csak tiszta, friss és egészséges legyen. Bartók Bélát mindannyian, így a románok is nagyon tiszteljük itt Erdélyben, mai napig is a legnagyobb folklórgyűjtő Bartók Béla. Tehát azt gondoltuk, hogy egy olyan példát adott nekünk az együttélésre, a népek testvériségére, ami mindenkinek követendő példa, a románoknak, cigányoknak, magyaroknak egyaránt. A termet a jövőben a hagyományos népi kultúrának a megjelenítésére fogják használni, táncházak, népzenekari koncertek és a népművészetre támaszkodó, feldolgozott zenének a koncerthelyszíneként. A teremavatón jelenlevők már az Avatón egy zenés költői kamarazene műsort nézhettek meg, amelyet Csíki Boldizsár állított össze, és a Mutassatok utat címet kapta. Figyelemmel követte a közönség, és az nagyon sokat elárul, hogy sikerült műsort jól összeállítani, sikerült-e jól előadni. Ennek a műsornak a karaktere az egyébként egy érdekes, hogy jellemezném, tehát a nagyon az elvontságig menő kultikus zene, műzene és a kifinomult népzene, ez kellett valahol találkozzék. A zeneszerző szerint fontos az, hogy az Erdélyi Hagyományok Háza ehhez hasonló eseményekre vállalkozzon, mivel egy olyan színvonalat ütöttek meg az avatóesten, amely alapot teremt a folytatáshoz. Másodszorra is kikapott a Sepsiszentgyörgy, sporttal folytatjuk. Megsemmisítő vereséget szenvedett a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a labdarúgó szuperliga 10. fordulójában a Fécsi CB ellen. Az ellenfél sima 5-2-es győzelmet aratott. A Fécsi CB ellen lépett pályára a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a labdarúgó szuperliga 10. fordulójában. A vendégek már a 6. percben vezetéshez jutottak, Schutt távoli lövésével, néhány perccel később pedig már 2-0 volt az előnyük, amikor a védők ismét nem blokkolták a lövésre készülő Olárut. A Sepsi nem talált fogást az ellenfelén, sóra fulladt kudarcba minden próbálkozásuk. A második félidő elején Sáfránkosz épített Varga beadásából, de Komán gyorsan kihasznált egy újabb védelmi megingást, és visszaállította a két gólos Fécsi CB vezetését.
döntést. Ali Migolja újraélesztette a hazai reményeket, ezt követően azonban a Fécsi CB kétszer is mattolta az OSK védelmét. Octavian Popescu gyors vonatként hagyta faképnél a hazai védőket, akik egy 11-est is vétettek, amit Djokovic értékesített. Tudtuk, hogy egy erős ellenfele fogunk játszani, viszont az első 10 percben két átlövés gólból kaptuk a gólokat, ami egy kicsikét megkovácsolta, úgymond a mérkőzést. Nagyon sajnálom, hiszen nem éreztem addig azt a nagy veszélyt az ellenfél részéről. Utána ezért egy komoly ébresztő volt ez. Utána voltak helyzeteink, vissza is tudtunk jönni a mérkőzésbe, viszont sajnos ez nem volt elég. Nicuj Roland csapatkapitány szerint gyengén teljesített a csapat. Amit készítettünk ezen a héten, semmi nem működött. Nagyon jól tudtuk, hogy a Fecse Szebének nagyon erős a támadósora, és kell azt blokkoljuk. A mai mérkőzésen 5 helyzet, 5 gól, ez elmond mindent. Egy nagyon gyenge mérkőzést játszottunk, amit nagyon hamar el is kell felállítanunk, már a mai este. Szerdán egy nagyon nehéz mérkőzés van ránk, ahol teljesen másképp kell kinézünk. Ez volt Zsinórban a Sepsiszentgyörgyiek második veresége, ráadásul több gólt kaptak ezen a meccsen, mint az eddigi 7 találkozón összesen. Ugyanakkor újabb nehéz feladat vár a csapatra. Szerdán a nagyszebeni Fécsi Hermannstadt otthonában lépnek pályára a Románia kupában. Eddig tartott a híradó, mutatjuk a holnapi időjárás jelentést is a folytatásban. Köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra! Thank you.